Sziasztok! Pünkösdi Nóra vagyok, kommunikációs szakember és párkapcsolati tanácsadó. Ez pedig az ötödik alkalom már a héten, hogy velem tartasz, és nagyon-nagyon örülök neki, mert olyan kevés ember van, aki foglalkozik azzal, hogy hogyan élhetne jobban. Pedig nagyon-nagyon jó lenne egyébként, hogyha foglalkoznának vele, hiszen sokkal kevesebb válás lenne, illetve azt gondolom, hogy egy kicsit valamilyen módon hozzájuthatnánk a harmonikus és kiegyensúlyozott élettitkához. Utálom a boldogság szót, mert azok szerintem a boldog pillanatok azok tényleg ilyen pillanatok, vagy pár óráig tartó felfokozott állapotot jelző dolog ez számomra. Aztán lehet, hogy nincsen igazam, erről is érdemes lenne egy vitát indítani, hogy ki miként értékeli, de nevezzük akkor boldog életnek, vagy örömteli életnek. Minden esetre abban biztos vagyok, hogy nem az örömteli élet titka az, hogy másfél évenként, amikor lecseng egy aktuális szerelem, akkor hopp, keresünk valaki mást, és vele újból indítjuk ezt a hihetetlenül felfokozott állapotot, mert marha jó dolog persze a föld fölött lebegni, de azért a kapcsolat mélységét igazából az adja, amikor már igazán meg tudunk nyílni egymás előtt, és amikor számíthatunk egymásra, vannak közös céljaink, és így tovább. Nem véletlen egyébként, hogy az erről szóló kutatások kiemelik azt, hogy mennyire fontos, hogy egy embernek milyenek a szociális kapcsolatai, hány ember veszi körül, hányan szeretik, hányan kíváncsiak rá. És akkor most itt a kíváncsiság, kapcsolatfenntartás témakörből kiemelném a beszélgetést, amiről ugye már sokszor ejtettem szót, hogy tudok kitalálni ilyen mondatokat, szóval sokszor ejtettem szót róla, hogy mennyire fontos, hogy beszélgessünk, hogy kapcsolatban maradjunk, és hát ne csak logisztikáról nyilván. Hogyan is tudunk egymással beszélgetni? Mert hogy döbbenetes, de a hozzám érkező pároknak egy jelentős része egyszer csak váratlanul közli, hogy hát ők tulajdonképpen nem is szoktak egymással beszélgetni, majd nagyon sokan hozzáteszik még azt is, hogy ja, és nekik egyébként ilyen külön közös programjuk sem igazán van, mert erre se idejük, se energiájuk, és így tovább, és ha nem tűnne állati cinikusnak, akkor esküszöm, ilyenkor legszívesebben felállnék, és kezet fognék velük, hogy hát gratulálok, hogy egyáltalán még együtt vannak. Mert nem tudom, hogy mi tartja össze a kapcsolatukat. Mert beszélgetés és közös programok nélkül nincsen semmiféle hajtóerő, üzemanyag ebben a kapcsolatban. Szóval beszélgetés. Mi mindentől függ az egyébként, hogy mennyire tudunk jól beszélgetni? Hát egyrészt ugye nagyon függ attól, hogy mit láttunk otthon. Beszélgettek a családunkban az emberek, beszélgettek a szüleink egymással. Netán beszélgettünk egymással az ebédlőasztalnál, vagy az volt divatban, hogy magyar ember evés közben nem beszél, marad csöndben, kanalaz, ki lesz az angyalka. Nagyon-nagyon jó, hogyha az ember egy olyan útravalót hozott magával, hogy kíváncsi legyen a vele élő emberekre, illetve hát nyilván a környezetében lévő emberekre is. Aztán nagyban meghatározza azt, hogy hogyan tudunk beszélgetni, hogy mennyire vagyunk introvertáltak, azaz befelé fordulók, vagy extrovertáltak, azaz kifelé fordulók. Erről volt egyébként több filmem is már, hogy magáról a beszélgetésről, a Kávéz velem sorozatomban, itt a csatornán megtalálhatod. Az első talán 5-6 film szól a beszélgetésről, külön volt erről a témakörről is, hogy mi van, hogyha az egyikünk zárkózottabb és nehezebben nyílik meg. Nyilván mindkét típusnak vannak előnyei, például az introvertált rettenetesen jó hallgató. Nagyon jó hallgatóság. És ha visszaemlékszel, azt hiszem már itt szóba került egyébként egy előző filmben, hogy ha visszaemlékszel arra, hogy milyen egy jó beszélgetés, amire te úgy emlékszel vissza, hogy ez egy jó beszélgetés volt, az abban egész biztos benne volt az, hogy meghallgattak, hogy figyeltek rád. És
Ez megy egyébként, az a legérdekesebb, a legkevésbé manapság az embereknek, mert hogy olyan mennyiségű információ dől ránk manapság, amiatt, hogy az internet betört az életünkbe, hogy egész egyszerűen nem tudjuk feldolgozni ezeket az információkat, nagyon nehezen tudunk figyelni. Iszonyatosan csökkent az embereknek a figyelő készsége, hogy úgy mondjam, amennyi időt egyáltalán el tudnak tölteni azzal, hogy valamire odafigyeljenek. Ugyanakkor például az extrovertált, az könnyen beszél, de nehezen hallgat, ugye? Tehát ő neki pont ez a nehézsége. Aztán nagyon nagy különbség van egyébként a férfi és nő kommunikációban, mert hogy mások vagyunk. És erről is van egy videóm egyébként, de beteszem a linkjét, hogy milyen különbségek vannak férfiak és nők között. Kifejezetten kommunikációs témából azt emelném ki, hogy hogyan oldunk meg például problémákat. Ugye a férfit ugye arra szocializálják kicsi gyerekkorától kezdve, hogy az igazi férfinek többek között az is ismérve, hogy nem gyenge, vagy legalábbis megpróbálja elkerülni azt, hogy ő valaha is gyengének látszódjék, vagy olyannak, aki nem képes megoldani egy problémát. Ebből eredően a férfiak többsége nem szokott problémákról beszélni, problémáról akkor beszél, amikor már megoldotta azt. Ugyanakkor a nő az meg a kommunikációt, a beszélgetést, a kapcsolat fenntartás, kapcsolat ápolás téma körébe sorolja, úgymond, ha egyáltalán gondolkodik ilyen, hogy hová sorolja, de minden esetre ezért csinálja. És ebből eredően jönnek előrendre azok a helyzetek, amikor a nő hazamegy, és elkezdi elmesélni a napját, akár egy konfliktusát a munkahelyről, és a férfi ahelyett, hogy végighallgatná, mert olyan nőnek az a lényege ennek az egésznek, hogy megossza magát, hogy megkönnyebbüljön, és így tovább, sőt, nagyon sokszor a nő egyébként ilyenkor találja meg a megoldást a problémájára, amikor végigmondja a folyamatot, hogy mi történt vele. No, de a férfi aztán közbevág, és ad neki pár kéretlen klassz tanácsot, ami egyébként lehet, hogy jó is maga a tanács, de a nő ettől baromit dühös lesz, mert úgy érzi, hogy őt nem önmaga érdekli a férfit, hanem a probléma megoldás. És ebből óriási csetepaté lesz. A másik dolog, ami ugyanehhez kapcsolódik igazából, és szintén remek összeveszéseket generál, hogy a férfinak van egy problémája, amivel ő szeretne elvonulni, hogy elgondolkodjon rajta, de mivel nem közli előre, hogy miről szól a történet, ezért a nő azt jelzi, hogy ő vele nem kommunikál, ergo nem akar vele kapcsolatban lenni, tehát már nem is szereti. És akkor ilyenkor jön az, hogy a nő elkezdi üldözni a férfit, úgymond, hogy mi bajod van velem. A férfi meg nem érti tulajdonképpen, mi baja is lenne vele. Ezt az egész probléma kupacot remekül meg lehetne oldani, ha erről úgy a férfi, mint a nő tudna. Ha a nő azt mondhatná nevetve a férfinak, hogy figyelj, most úgy hallgass meg, kérlek, mint ahogy egy nő tenné. Tehát nem kérek szépen tanácsokat. Vagy a férfi, amikor elvonul, és magában akar lenni egy kicsit, akkor azt mondaná a feleségének, hogy drágám, semmi problémám nincsen veled, csak szükségem van arra, hogy egy kicsit egyedül lehessek. És béke van. Ennyi a legfontosabb része, de mondom, nagyon sok minden van még ezen vagy ebben a filmben a férfinő különbségekről. Nézd meg, hogyha érdekel, mert vicces dolgok is vannak benne. És ha tudnánk ezeket a dolgokat egymásról, akkor sokkal könnyebb lenne nekünk valamilyen módon a különbözőségeinket kinevetni akár. Aztán, ha nagyon nem megy a beszélgetés, akkor, mert már nagyon elszoktatok tőle, vagy nem is igazán értitek, hogy úgy is kéne elindítani a beszélgetést, mert ugye mindig elindítani a legnehezebb egy beszélgetést. Mert hogy utána már egy kérdésre válaszol a másik, akkor abból, amit válaszol, abból eszembe jut egy újabb gondolat, egy újabb kérdés, akkor már olyan szépen el tudunk indulni, és nem okoz gondot ez, hogy mi a fenéről is beszélgessünk, de hogy hogyan indítsunk. Ehhez többféle ötletem van. Egyrészt a Facebook oldalamon is, és az Instagramomon is ugyanazokat a kártyákat szombatonként ki szoktam rakni ilyen beszélgető kártyát, egy-egy kérdés van egy kártyám. Én azt javasolnám, hogy ezeket a képeket
érdemes lenne lementeni, fönn van már 65 darab, egy könyvtárba a telefonodra, és mondjuk vakon csukott szemmel bele tekerni ezekbe a képekbe, egyre rápöccinteni, azt a kérdést feltenni a párodnak, miután megválaszolta, azután esetleg érdemes azt is eljátszani, hogy te is megválaszolod ezt a kérdést. Rengeteg mindent lehet megtudni egymásról, és 2-3 ilyen kártya megválaszolása után már majdnem biztos, hogy el fog indulni egy beszélgetés ezeken a kérdéseken keresztül, úgymond. De van például az Identity nevű társasjáték, azzal is nagyon érdemes beszélgetni, annyi mindent megtudhatunk egymásról, tényleg nagyon klassz gondolatokat tud elindítani. Aztán volt például egy kísérlet, 36 kérdést, egyre mélyülő kérdéseket tettek fel egymásnak kutatók asszisztálása mellett, illetve egy kutatás keretében vaddegen emberek, és hát elkezdtek vonzalmat érezni egymás iránt. Ez is bizonyítja ugye azt a dolgot, hogy ahhoz, hogy egy kapcsolat elmélyüljön, hogy igazán szeretni tudjuk egymást, ahhoz az szükséges, hogy mélyebben megismerjük a másikat, és közelebb érezzük magunkat ezáltal hozzá, illetve már azáltal is nyilvánvalóan, hogyha én magamról olyan dolgokat osztok meg egy emberrel, akkor az feltételez valamiféle közelebbi kapcsolatot. Na de lényeg a lényeg, én erről írtam egy cikket, és abban benne van egyébként ez a 36 kérdés. Esetleg ezt is érdemes végigjátszani. Be fogom tenni a videó alá ennek a cikknek a linkjét, ahol megtaláljátok ezeket a kérdéseket. Amiről én még itt most gyorsan beszélnék, mert hogy a holnapi napot viszont a veszekedés megállítása egyáltalán mi az, ami nagyon... nagyon káros a veszekedésekben ennek a témakörnek szentelném majd. És most például a probléma felvetést, azt még idehoznám, mert ugye az mégsem a veszekedés, sőt, ha lehet, akkor a veszekedés megelőzését szolgáló dolog, hogy hogyan vessünk fel a problémát, anélkül, hogy veszekedés lenne belőle. Hát ugye az, hogy oda megyek és a képébe vágom a másiknak, hogy milyen címkét tudok éppen aktuálisan ráragasztani, hogy ő lusta, hogy figyelmetlen, hogy ilyen, olyan, amolyan, az mondjuk nem egy nagy dolog. Ez körülbelül annyira egyszerű, mint oda menni és pofon vágni valakit. Mindig azt szoktam mondani azoknak, akik arról számolnak be, hogy ők mindenen össze tudnak veszni, hogy egyrészt, ha valamiért dühös leszel, akkor vegyél pár mély levegőt. A másik, hogy tudatosítsd azt, hogy az az ember, aki ott áll veled szemben, az 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 ember, akit szeretsz. Akinek lehet, hogy zavar valamilyen éppen aktuális viselkedése, de gyakorlatilag nem azt szeretnéd, ha megharagudna rád, nem azt szeretnéd, hogy hangosan veszek egyetek egy jót, hanem azt szeretnéd, hogy valamilyen módon változtasson. Na most te sem annyira reagálsz jól arra, hogyha valaki oda jön, és mondjuk verbálisan pofon meg azzal, hogy te micsoda egy némber vagy, egy veszekedős trehány, és így tovább. Tehát, hogy beszélj magadról, ne róla beszélj, ne mutogass. Abban a pillanatban, hogy elkezdesz mutogatni azzal, hogy elmondod, hogy ő milyen, abban a pillanatban ő nyilvánvalóan elkezd védekezni. Mert mit tud csinálni? Vagy védekezik, vagy visszavág, és abból lesz a veszekedés, de már akkor sem arról fogunk beszélgetni, ami eredetileg a célja volt az egésznek, hogy elérj valamit nála, vagy a másik dolog, hogy fogja, és rád vágja az ajtót, és elmegy. És akkor sem fogjátok megoldani a problémát. Azt meséld el, hogy ami történik, amikor ezt tapasztalod, hogy ez is ez történt, akkor te hogyan érezted magad? Mert ezzel együtt tud érezni. Ha azt mondod neki, hogy amikor én egész nap takarítottam, és te hozzajössz, és végig csattogsz a sáros cipődben a házon, az olyan, mintha semmibe vennél. Úgy érzem, hogy semmibe vesznek. Hogy nincs értelme, senki nem becsüli meg a munkámat. Abban a pillanatban valószínűleg elszégyeli magát, és azt fogja mondani, hogy ne haragudj, drágám, figyelmetlen voltam. Ha azt mondod, hogy te micsoda egy troger vagy, hogy
hogy ezért anyád is egy ilyen disznóalban éltetek, mert sose takarított, vagy nem tudom, tehát, hogy elkezdek valami rettenetes fonálon elindulni, abból nem kerekedik ki jó dolog. Azt meseled el, hogy érzed magad, és mit szeretnél elérni nála. Mi az, amire megkéred? Kérlek, mindig vedd le a cipődet. Olyan jól esne, amint levennéd a cipődet az előszobában. Köszönöm. Egészen másképp hangzik. És persze ezt érdemes egyébként egyéb embertársainkkal is elsajátítani, ami nagyon nehéz, mert tudom, hogy a legtöbb ember azt szokta meg, hogy magas célról indítson, hogyha úgy igazán elborul az agya. Szóval kérj, panaszkodj arról, hogy te mennyire rettenetesen érzed magad, mert azzal lehet együtt érezni. Holnap pedig folytatjuk azzal, hogy mi az a négy intőjel, amit ha tapasztal egy beszélgetésben Gottman professzor, akkor azt tudja mondani, hogy ez a kapcsolat 5 éven belül legkésőbb véget fog érni. Néz ki, nem? Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és várlak benneteket holnap este is. Sziasztok, szép estét!